Nagy Sándor vagyok, Alsó-sziget közben gazdálkodunk, családi gazdasággal, a fiaimmal. 280 hektáron, főnövényünk a kukorica, buza, szója, napraforgót nem aktiválom, ellenese beszélek, és árpa. Általában sörárpának készítjük, ha bebálik. Sziget közben nagyon szélsőséges időjárás volt, novembertől nem egészen 200 mm-t kaptunk, és ezért úgy döntöttem, hogy folyékony műtrágyát használunk, ezért lomtrágyákat a azospedet, illetve most már a utolsó fázisban azosped aminót használtunk. A 280 hektárból általában 80-90 hektár kukorica, ugyanennyi buza, 30-40 hektár szója van, és árpa is ennyi körül, úgy jön össze a gazdaságunk. Aratni béraradtatok, de a többi munkákat mi végezzük. A árpa betakarítása megtörtént, az közel 65 mázsa lett, ezt közölhetem a kevés csapadék ellenére a folyékony műtrágyának, amit használtam, illetve a levéltrágyáknak, a azospednek, illetve most már a azosped aminónak. Kora tavassza használtam fejtrágyára ammónium nitrátot, utána már csak azospedet használtam, én a nitrozolt nem használom, később pedig a kalászfuzáriummal még kapott aminót, azosped aminót. És én bizakodva nézek a termés eredményekben, mert hát pótoltuk a szárról, illetve a levélről ezekkel a lomtrágyákkal. És nagyon évek óta használom az azospedet, nem is kis mennyiségben. Hát a gombaölő minnyára gyomírtással együtt Fezán pluszot használok 3 liter per hektárt, és ha kívánja, még egyszer is. Tehát az idén is kétszer használtam a Fezán pluszot, nagyon meg vagyok vele elégedve.